Nehéz helyzetben vannak az autós iskolák. Az utóbbi hetekben történt változások az oktatókat is hátrányosan érintik. Egy pécsi autós oktató azt mondja, három területen kell helytállniuk. Az első, ami leginkább befolyásolja a munkájukat, az az új katatörvény, hiszen a legtöbb oktatót ilyen formában foglalkoztatják. Itt még kérdéses, hogy mely költséghányad vonatkozik majd az autós iskolákra. Az üzemanyagár tekintettel arra, hogy most már a vállalkozó nevén lévő személyautó után is a drágább gázolajat kell, hogy tankolja, vagy azt tudja tankolni csak. Ez természetesen érint bennünket is. Ezen kívül a harmadik még, amit talán ide sorolhatnánk, az általános infláció. Mindemellett az üzemeltetési költségekkel is számolni kell. Jelenleg egyébként minimum 200 ezer forintot kell kifizetnie annak, aki szeretné megszerezni jogosítványát. Próbálják októberig visszatartani az emeléseket, de előbb-utóbb drágulni fognak a forgalmi órák. 10-20% közötti árnövekedésre lehet számítani. Jelenleg 6000 forintos óradíjjal dolgozunk, október 1-től tervezünk 7000 forintra föllépni, még várjuk ezt a adóváltozást, hogy bekerülünk a kedvezményezett körbe, vagy nem kerülünk be, ettől lesz függő, de tulajdonképpen majdnem mondhatom azt, hogy majdnem mindegy lesz, mert e fölé nem tudunk menni, tehát egyszerűen nem bírja el a tanuló szegény, meg tanuló családja az, hogy ennél drágább legyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy 7000 forintos óradíj lesz. Baranyában más autós iskoláknál is hasonlóan gondolkodnak. Van, aki már meglépte az áremelést, van, aki még kivár, de hosszú távon drágulás várható.